Ebben a tanévben fennállásának 25. évfordulóját ünnepli a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium. 17 éve indult útjára az intézményben, a régióban egyedülálló módon az Arany János Tehetséggondozó Program. Azóta minden esztendőben nyílt nap segítségével ismerhetik meg a családok azt, hogy ennek keretében a fiatalok milyen tehetséggondozó programmal bontakoztathatják ki képességeiket. Az, hogy a 25. évet éljük, ez nyilván bizonyos szempontból ünnepélyessé teszi a mai napot, másrészt pedig azért rutinszerűvé is, hiszen ez már nem az első év, amikor az Arany János Tehetséggondozó Program iránt érdeklődő diákokat, szülőket, pedagógusokat köszönhetjük iskolánk falai között. De természetesen minden év egy kicsit más, minden évben igyekszünk valami újat mutatni a diákoknak, hiszen időnként meg kell állni, le kell porolni a amire porolandó, és az értékeket pedig megőrizve újabb elemeket kell bevetnünk a gyerekek meggyőzése érdekében. A régióban egyedülálló program működését bemutató nyílt napra most több mint 70 fiatal érkezett. A lányomnak már korábban is nagyon szimpatikus volt, jártak az iskolába innen diákok ilyen toborzás címen, és már neki akkor megtetszett, és ez úgy azóta megmaradt. Esetleg szülőként mi a szempont a tovább tanulásban, hogy most pedagógusként van? És szülőként is. Nekem elsősorban az, hogy viszonylag közel van, ez az egyik, a másik pedig az, hogy egészen jó hírű ez a gimnázium, és hát ez a két szempont volt mérvadó nálunk. Elmúlt 17 év alatt olyan sok eredményt mutatott be, nyújtott a diákoknak térségünkben, hogy ennek köszönhetően ma is 77 diák jelent meg, gyakorlatilag lefedve a Bodrog közt, a Zemplén teljes egészét, és átnyúlva az abaúji részhez. Nem véletlen ez, hiszen vannak olyan diákok, akiknek a nővérei, bátyjai már ide jártak, illetve vannak olyan diákok, akik pedig a korábban nálunk érettségiző aranyos diákoktól kapták az információt, hogy érdemes ebbe a programba részt venni, hiszen annyira egyedi és olyan sok pluszt ad a diákoknak, amit vétek lenne egy tehetséges, de szociálisan hátrányos helyzetű diáknak kihagyni. Az érdeklődő családok több mint 10 különböző tanórán vehettek részt.